Így néz ki az a hatoldalas dokumentum, amit kitöltve negyedévente járó rendkívüli települési támogatást igényelhetnek a rászorulók Szekszárdon. Ezt alkalmanként nagyjából 800 fő kapja meg utalvány formájában. A járványhelyzet miatt most megváltozott az igénylés módja. Az ahhoz szükséges kérelmet a Családsegítő Központ Vörösmarty utcai portáján lehet kérni. A helyszínen viszont most nem lehet kitölteni. A cél, hogy így is csökkentsék a találkozások számát, ezáltal pedig lelassuljon a járvány terjedése. A dokumentumokat mindenkinek haza kell vinnie, majd azokat március 22-től ugyanott a Vörösmarty utcában lehet leadni, a szükséges igazolásokkal együtt. Ha pedig valaki elakad a kitöltésnél, akkor érdemes felhívni a polgármesteri hivatal szociális osztályát. A kérelem kitöltésének figyeljenek arra, hogy a személyigazolvány számot mindenképpen tüntessék fel, mert az alapján lehet átvenni, mindenki csak a sajátját veheti át, tehát itt most nem működik a meghatalmazás. Illetve legyen mindenképpen egy olyan cím feltüntetve a kérelmen, ahova ténylegesen fizikailag várja az utalványt, hogyha ez el is tér a lakóhelyétől akkor is, meg egy telefonszám, hogy tudjunk egyeztetni. További változás, hogy a járvány miatt most nem személyesen lehet átvenni az utalványokat, hanem kiszállítják azokat. Ezt a polgármesteri hivatal és a Családsegítő Központ munkatársai végzik, nekik pedig besegítenek a közterületfelügyelők is. Azoknak viszik ki, azoknak tudják átadni, akik otthon tartózkodnak a jövő héten, szerda, csütörtök, pénteki napokon. Ha valaki nem tartózkodik otthon, akkor ezeket az utalványokat később, húsvét után, postai úton fogja tudni megkapni. Zaják Rita polgármesteri tanácsnok tehát azt kéri, hogy az igénylők jövő héten szerdán, csütörtökön és pénteken lehetőség szerint tartózkodjanak otthon, hogy át tudják venni az utalványokat. Ha ezt nem tudják megoldani, postán kapják majd meg azokat.